Barry, Miss Jackson. Sziasztok, én Albonyka, és most fogom mutatni ezt a kocsit, ami a Vapid Vinky névre hallgat. Nézzük is a tuningját, és ennek az autónak az ára az 825 000 dollárba kerül. És ugye ezt az autót a Willys Jeepről mintázták, itt bemutatom is nektek egy képet róla, hogy erről a Verdáról lett ez mintázva. Na és ugye lehetnek a szokásos alapok. Lehet az elejére most nem rakjak el valamit, mert eléggé elrontja. Szóval az maradó, hogyha ahogy van. Jézus, atya, most ez mi? Hát most kamerak jobban fogó lenne? Elég jól, most már valami, ez biztos. Szóval ezt tudja, nem lesz. Hát szerintem ez csak ilyen laza lesz. Motor ez. Motor. Kipipogó. Ez jó lesz. Ne ide, legyen-e valami. Hát... Fene se tudja. Ez legyen csak. Hűtőrácsunk. Ez jó lesz. A lámpakeret. Ez még oké. A motorháztető. Elég sok módosítás van egyébként ezen az autón. Meg sem gondoltam volna, hogy ennyit lehet ezen módosítgatni. Na live-re jött ide valami, ilyen valami katonai cucc kéne. Ennek lehet, hogy teszem az elején volt az a katona zöldes. Ez jó, vagy ez? Mint ez jobban tetszik. Szóval ez lesz. Rendszám tábla. És az autó is szíve. Hát nyilván valami zöld kell ide. Ez ilyen, hát nem is tudom, erős zöld nagyon. Lehet matból kéne inkább nézni. Még az annyira nem is rossz. Az jó is lesz. Ető. Ja, csak lámpara. Aha. De hát ez nekünk nem kell. Leültetjük. Látom, turbó. Na és felnőből kellene valami hasonló. Mondjuk ez nem rossz. Ez az első. De még azért rettezik a lehetőségeket. Hogy mi az, ami jól áll ennek a Verdának. Na hát ezek már tuti nem. Offroad kereket meg nem akarok rárakni, ez azért nem erre való. Szerintem ez ott van, ez jó is. Nézek valami zöldet, hogy hát ha van. Csak ugye valami normális zöld kellene. Ez jó is. Hát nem kell rá. És a gumi füst nyilván zöld lesz. Na és akkor megyünk egy versenyre, és akkor megnézzük, hogy mit tud az autó ott. Na akkor itt is van a verseny, és akkor nézzük meg, hogy mit tud a Vinky.
korábban mentem már itt a Joe Smith Ranger-rel, azzal egy 1:10.841-es ide tudtam futni. Ezzel majd meglátjuk, hogy mit is tudom, meg ugye, hogy mozog az úton. Hát az elindulás az már nem a legjobb. Szóval gyorsulás, ügyület, nem a legfaszább. Ezt el kell mondanom. De eléggé lassú. De hát ugye ettől a járműtől nem is azt várja el az ember, ugye, hogy gyors legyen, meg szágoldozzunk vele, hanem ugye itt a feeling a lényeg. De szerintem ez a jármű hozza is ezt a katonai feelinget. De ugye mindjárt meglátjuk, hogy az úton hogy megy. De van egy ilyen kis utas rész is itt. De viszont a részében nincs gond így a úttartásával, szóval nem nagyon pattog ide-oda, meg oda. Mert szerintem a fékezésnél már van egy kicsi probléma. Így ott megcsúszott, de... Meg amúgy is alacsony a tempó, szóval itt a fékezés annyira nem lesz vészes. Csak hogy egy kicsit gyorsabban mentek vele egyenesen, akkor inkább. Hát, hogy az 1:10-et már túlléptük, szóval... Ennél nem kell rekordidőbe állítást számítani. Szóval összességében ez eléggé lassú, szóval egy versenyre ezt ne használjátok, ha max csak akkorra veszíteni akartok. De annak, hogy annyira nem pattog az úton, mint amennyire gondoltam. Szóval ez csak a feeling miatt érve megvenni. 1:37 múlva lett az idő. Szóval egy versenyre ez nem jó semmiféleképpen. Hát remélem tetszettek ez a videó, hogyha így van, akkor csapassátok a lájkot, iratkozzatok fel. Minden lehetőséget teszünk elérásban, Facebook oldalon, GTA Crew, minden. Legközelebb jövök vissza, sziasztok!